Üdvözlök mindenkit, bemutatkozik az Algébio Kft. Most jelenleg a kutatók éjszakáján vagyunk. Itt ha haladunk végig a standunkon, látható az, hogy maga a cég megtalálható a Gyöngyös tér.hu-n is, amely lett a többi cégek között, ahol számos hasznos információ látható. Ha tovább haladunk, látható egy föld, mely jelképező a földünknek az elhasználását, túlzott használását, sőt a túlzottan kihasználását. És maga itt a termékünk, a mi termékünkkel szeretnénk azt jelképezni, hogy mi nem vegyszerekkel, nem mérgezni akarjuk a földünket, hanem meg akarjuk gyógyítani, mint ott az Algébióval. Így, jelképesen. Továbbá haladunk, itt egy ilyen egyedi csepegtetési, öntözési, eljárási mód van. Most jelen nem tettünk bele vizet, de ugyanúgy működik, hogyha ezt megtöltjük vízzel, szépen elkezd a kapilláris hálózatnak köszönhetően, hogy a víznek a felülete miatt elkezd szépen csöpögni, folyamatosan tudja öntözni a növényt. Itt jelképezi a mi termékünket, hogy ez teljesen bio, annyira környezetbarát, hogy még egy madár is ide száll. Hogyha tovább... És itt a kis madár. Hogyha... Világítás leddel van. Haladjunk tovább. Itt maga a termékünk látható, egy díszcsomagolás van, ahol rajta van, hogy hol megvásárolható. Itt egyed ilyen szépen rakva, tovább a termékünknek a jellemzői is láthatóak. És igen. Itt Emit, a panelkertészet nemrég indított YouTube csatornás videóinknak a termékeit is kihoztuk, vagyis a kis növénykénket, most jelenleg ilyen állapotban vannak, így jöttek ki. Emit a másik típus öntözési rendszerünk van, és jól látható, hogy feltöltődik vízzel. Ha megnyomjuk, akkor látszik, hogy buborékok mennek fel, ami azt jelenti, hogy valamilyen szinten tartunk egy vízszintet, hogyha ez a vízszint lecsökken, akkor folyamatosan utánpótlás van, és ez egyfajta öntözés rendszer, nem kell odafigyelnünk, akár a hobbi kertjénknek a részében. Emit látható a termékünk nagyobb kiszerelésben is, ami elképezi. Itt egy kicsit beteges állapotú paprika palánta látható, ami megint azt jelképezi, hogy mit művelnénk vele. Adnánk neki a vegyszereket, amitől lehet, hogy leég a levele, lehet, hogy tönkre megy a teljes mértékben, vagy túlzottan el fog száradni. Már nem egyszer jártam úgy, hogy adtam egy kis növénytávszert neki, amit bárhol a boltba katatott. Véletlenül letolcsolta a lövelét, teljesen leégett nullára az egész, és teljesen tönkre ment. Vagy a mi termékünket, mint az Algébiót, ami teljesen... nem okoz semmilyen negatív hatást növényen, sőt, ellenkezve csak jót teszünk vele a növénybe. Emit is látható a termékünk. Nem utolsó sorban csináltunk ide a kiállításra egy lengőtekét, ami a gyerekek majd játszhatnak vele. Itt jól mutatja, hogy felírtuk a dolgokat, hogy túlzott mélygyilkos vegyszer használat, túlzott műtrágya használat, meg hasonló dolgok. Mi ezzel szeretnénk jelképezni azt, hogy tudjuk, hogy ezekre a szerekre ugyanúgy van szükség, de mi azt hangsúlyozzuk folyamatosan, hogy egyfajta mérsékelt használatuk, emellett a mi termékünkkel való kombinálással esetleg alternatívát is lehetne nyújtani. Azért mondom, hogy mi úgy vagyunk vele, hogy a túlzott műtrágya használat és mélygyilkos vegyszereknek annyi legyen. Thank you.